Szeptember 11-én eldől, kinyeri a 2021-es magyar-szlovén-szlovák egyéni salakmotoros bajnokságot. Idén a három ország szövetségei összefogtak egy közösen megrendezendő nemzetközi egyéni bajnokság lebonyolítása érdekében. Mindhárom résztvevő nemzet 5-5 vaspapucsost indít, az indulók létszámát pedig mindig az aktuális rendezőország egészíti ki 16 fősre. A sorozat záró versenyének a nagyhalász Speedway Ring ad otthont, azaz itt dől el a végső sorrend. Összetettben Ivacsics vezet 56 ponttal, de a második helyen álló Skarjának is 54 pontja van. A közös bajnokságban a legjobb magyar jelenleg a hétvégén remeklő versenyző fazekas Denis, ő az 5. helyen áll. Egy jó erős mezőny várható, mert a szlovénoknál is megvannak azok a versenyzők, a Skorja, a Nisk Skorja, illetve az Ivacsics, hát nem kell bemutatnom őket, illetve volt már egy magyar első forduló Debrecenbe, tehát hasonló képességű, illetve nagyon jó versenyzők fognak jönni, de ugyanúgy Szlovákiából, remélem a magyarok meg oda teszik magukat mellé, hogy felveszik. Hát nagyhalászban, tehát most sikerült visszaigazolni a Deniszt, a fazekas Deniszt, nagyhalász Speedway versenyzője lett újra, és ő tavaly előtt 2 éve, tehát mindenki visszaemlékszik, hogy a Macet kupát is megnyerte, nagyon ismerős neki a pálya, reméljük, hogy Kovácsék is, meg Magosiék is izgalmas versenyt fognak futni. Külön hirdetnek győztest az egyes országok bajnokságában is, és ha lehet, itt még szorosabb az állás a magyar motorosok között. Fazekas Denis mögött Kovács Roland és Milan Manev azonos pontszámmal áll, és csak 2 ponttal vannak lemaradva az éllovas mögött. Bárány Márka 4., Üveges Szabolcs az 5., de minden boríthat Magosi Norbert, aki mindössze 2 versenyen gyűjtött 29 pontot, legutóbb jó formában versenyzett, így meglepheti a többieket. Szeptember 11-én minden kiderül a bajnokság záró futamán.